Az Ördökatlan Fesztivált az idei évben már 16. alkalommal rendezték meg a Baranya vármegyei Nagyharsány településen. A fesztivál 5 napig kínál színes összművészeti programokat az érdeklődőknek. A fesztivál során különböző kiállításokkal, programokkal, koncertekkel emlékeznek a fesztivál két örökös fővédnökére, Törőcsik Marira és Cseh Tamásra. Ugye Tamás az idén lenne 80 éves, és megpróbáltunk összegyűjteni sokféle dolgot, ami hozzá kötődik, és aztán hát, Nagyharsányba hozzuk, tehát tulajdonképpen ide telepítettük most a Bakonyt is, meg a vízivárost is Budapestről. És még sok más helyszínen Tamáshoz kötődő dolgok vannak, illetve a zenekarok egy nagy része, akik szeretik Tamást, ők a koncertjeikbe beépítenek Cseh Tamás dalokat. Nagyharsányi Narancsligetben számos egyéb kiállítás mellett Cseh Tamás dalai születésének helyszínét idézték a budapesti Iskola utcai albérletével. A kiállítás érdekessége, hogy a látogatók dalszöveget írhattak a szerző eddig soha nem hallott gitárdallamaihoz. Ahol most állunk, annak a neve Iskola utca 35. Ez pedig azt az albérletet jelöli Budapesten, ahol Cseh Tamás lakott 1970 körül, és ahová becsengetett Bereményi Géza a találkozásuk másnapján, és ahol megírták az első dalokat. Tehát aztán ott laktak együtt. Tehát ez úgy van berendezve, ahogy körülbelül ismerjük, a vasárgyal, két hokedlivel, és ami itt érdekes még, hogy bele lehet hallgatni olyan el nem készült dalokba, azt is teszi valaki, amin Tamás dal kezdeményeket dúdol, és lehet szövegeket írni rá, mert ezeket nem írta meg Bereményi Géza. Itt szemben velem a falon már ki vannak rakva megírt szövegek, tehát tulajdonképpen itt születnek most Cseh Tamás XY dalai. Cseh Tamás a magyar indiánozás egyik legismertebb alakja volt. Az örökös fővédnök számára nagyon fontos volt az elvonulás, a gondolatainak és érzéseinek szabad folyása. 1961-ben kezdett el először nyaranta, majd később már télen is kisebb csoportokkal, egy-egy hétig törzsekbe szerveződve a vakon csodás tájain zavartalan életet élni. Itt idővel csak saját készítésű eszközöket és ruhákat használtak. Erre az indián mi voltára utal az Iskola utca melletti kiállítótér is. Ez itt a Iskola utca, az ő dalos albérletére utaló, és a másik teremben pedig neki volt egy indián létezése, egyfajta menedék abban az időben minden elől, a Bakonyban, és tulajdonképpen ebből az 60, több mint 60 éve létező indiánságból egy kiállítás, Tamást látjuk füst a szemében, ez volt a törzsfőnök neve, és a kiállítás címe is ez. Itt mindig beszélgetések vannak, most is hamarosan régi indiánokkal, vagy éppen írókkal, akik indiánokról írtak. Ma például Kemény Istvánnal beszélget Virt Imre, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa.